Charlie Babbitt-et játszom. Ő egy nagyon zord körülmények között fölnövő fiatalember. Az apjával nagyon viharos viszonyt ápolt, az édesanyját pedig nem is ismerte. Szóval számos trauma kíséri az ő életét, úgyhogy nem kell azon csodálkoznunk egy pillanatig sem, hogy ő milyen ember lett. Az érzéseket, a nyílt érzelmeket nagyon nehezen befogadó és átadó emberről van szó. Van mit tanulnia, és fog is tanulni a történet során. A legkisemmizettebb állapotban éri az, hogy nincsen egyedül, ugye, amikor a legnagyobb csalódás éri a családjával kapcsolatban, akkor szerez arról tudomást, amit eltitkolt előle az apja, és tulajdonképpen mindenki, ami egy nagyon nagy sokként éri őt. És hát ugye van az a mondás, hogy mindig akkor nyújtja ki a kezét felénk a sors, amikor a legnagyobb szükségünk van rá, a legelkeseredettebb vagyunk. Ezt akkor Charlie még nem tudja, hogy ez a kinyújtott kéz maga Raymond, de idővel ő is rájövett.